Már a megújult várfal sétányon sétálhattak végig az Egri várba érkező vendégek, bemutatták a közönségnek az eddig megvalósult fejlesztéseket. A projekt záró rendezvényen Habis László polgármester kiemelte, az utóbbi idők egyik legjelentősebbike a várban folyó munka. Egy nagyon izgalmas fejlesztési időszak záró, akkor ugye ez a mai nap, és bátran mondhatom, hogy évtizedek óta nem volt olyan jelentős műszaki beavatkozás, olyan jelentős rekonstrukciós munka az Egri várban, mint ez a beruházás. Uniós támogatással már megújult a szép bástya, felújítottak egy 400 éve nem használt kazamata szakaszt, a várfal sétány új kialakítása pedig város szerkezeti jelentőséggel is bír, tette hozzá Habis László. Vitályos Eszter uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a hős egri várvédők hagyatékát idézte fel, hozzátéve, hogy most már nem csak a múlt, de a jelen fejlesztései miatt is sokak figyelme Eger városára irányul. Eger, az egri vár egy abszolútuma a magyarságnak. Egy olyan sarokpontja, amely közös érték minden magyar számára, amely nem megoszt, hanem összeköt, hiszen meggyőződésem, hogy nem él olyan magyar a földön, aki ne tudná, hogy mit jelképez Egervára. Az átépítések mellett a remények szerint sok technikai újdonság is növeli majd a vár látogatottságát, de a fejlesztések közel sem értek véget. Berec Mátyás múzeum igazgató szerint több mint 3 évtizedes tetszhalotti állapot után néhány éve megindult és töretlenül folytatódik is a munka a várban. Hál' Istennek beállt egy újabb fordulat, egy szerencsés fordulat. Az idén tavasszal egy kormányhatározatnak megfelelően egy 6 milliárdos támogatást kapott az Egri vár, aminek köszönhetően a vár teljes területe immáron megújulhat, és terveink szerint rekonstruálni tudjuk majd Dobó István egykori várát. A Dobó István Vármúzeum több funkciót ellát Eger városában, ennek megfelelően sokrétű fejlesztést terveznek a jövőben is.